Red gomb. Hello. La 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 la. La la la. Meseórák következnek. Hogyan ne csináld rovatunk? hogyan ne csináld rovat? Vagy mit ne csinálj? Na mit ne csinálj? Ugye, hát biztos láttátok a cikket, mert meg volt osztva. Ugye, azt a képet, amit mindjárt valamelyik sarokban majd láttok. Igen. Mármint a trafipaxosat? Uh-huh. Hát meg ugye van egy, amit van akinek elküldtem, van akinek nem, majd belerakja Bence azt is, az utolsó képemet. Akkor már előttem áll a MY-el rendszámba a Hudi. Ja igen, igen, igen. Hát igen, szóval, hogy mindenre azért nem akarok kitérni, mert nyilván vannak dolgok, amiket azért nem szeretnék nyilvánosságra tenni, de a lényeg az, hogy eltiltás alatt vezettem. Jogosítom. De várj, kezd ott, hogy akkor ez a kép, ezen mi szerepel? Melyiken? Ezen akkor az Evo van, mert ez volt a sok kérdés, ja, igen, hogy most ez mi ez, mi ez, ki ez, mi ez? A hatos Evo. Szóval akkor igen, az az Evo volt. Igen. Ez Evo. Akkor így kiderült. Ő volt sajnos. Ez akkor ki volt, meg hogy mint? Én voltam. Igen. Ugye már amúgy egyértelmű volt a cikk alapján, szerintem nagyon sok embernek, hogy 22 éves Diózsi sofőr, meg hát a tempó miatt is. Igen, igen. Hogy így összeretett rakni. Csak annyi látszott, hogy valami fehér moszat megy ott elől, és az út közepén, nagyon, az út közepén, és nagyon messziről le lett fényképezve. Akkor alapból ez hogy volt? Tehát valami talin voltatok, vagy mentetek oda, vagy? Igen, egy ismerősen már mentünk le Balatonfüredre, mert volt a Balatonfüredi tuning találkozó, ahol ugye sokatokkal amúgy találkoztam, és jó sok matricát vittetek el. Jó, amit adtam, és fogyott. Így van, és ugye ez volt szombaton, tehát szombaton reggel, hát ilyen délelőtt mentünk le Füredre, ott is aludtunk, szombat este berúgtunk igencsak Füreden, aztán másnap délután indultunk haza. Ja, vasárnap akkor. Így van, vasárnap délután indultunk haza, és úgy volt, hogy Füredről Tihany felé indultunk el először, mert kompal akartunk menni haza. Aztán Füred végébe értünk, amikor megnéztük, hogy amúgy 2 perc múlva megy a komp. Úgyhogy oda megálltunk. Sietetek, vagy nem. Megálltunk dohányboltba, és akkor elindultunk a másik irányba, mert ugye rövidítés lett volna viszonylag, hogy Tihanyba átmegyünk a kompas Siófokra, és ott az M7-es. De így akkor elindultunk a rendes irányba, ugye Veszprém fele. Kicsit tempósan. A eleinte amúgy annyira nem kompozni kellett volna. Mi ebből a tanulság? Aztán 40 percet meg kellett volna várni inkább. Na mindegy, és elindultunk a 8-ason, és akiknél nem voltunk ismerőse még, maradjunk annyi, hogy már csak ismerőse még, ők ugye alapból Veszprém felé indultak el, mert ők másik városba mentek. Ezért gyorsan mentem, hogy utolérjem őket. Annyira nem gyorsan, mint amennyi a trafikaxos kép, tehát nem azért mentem ott éppen gyorsan, mert azért siettem. Csak a 8-as főútra érve, hát egy 46 felkostolt, aztán én hülye, meg belementem az egészbe, úgyhogy nem vettem észre, hogy előtte, full előttem, még a 8-as főút előtt fordult meg telibe előttem a Audi. Csak akkor úgy nem figyeltem fel rá, tehát megvan, ahogy mondták utána a rendőrök, hogy azok ők voltak ott, akik megfordultak és megálltak az út szélén. És hogy ott már felfigyeltek rám, mert hogy hangos autó, meg izé, és akkor ott jöttek már utána pár autóval mögöttem. Aha. És a 8-ason meg elkezdtem izé a BMW-vel versenyezni. Ja, és akkor jöttek, aha. És letolt, a BMW le is húzódott, elengedett, és egy idő után belenéztem a tükörbe, hogy azért hol is van a BMW, mennyire maradt le, aztán nem volt a BMW tükörbe, csak egy villogó fehér Audi a távolba, és hát itt már igen úgy mentem, hogy ki volt akadva az óra, sajnos, és sokan kérdezitek, hogy miért nem mentem el, nem a filmekbe vagyunk, maradjunk annyiba, hogy miért nem mentem el. Alapból ugye ez egy mozgó trafipax volt, a civil Audi. Tehát ott már, amikor villogóval jött, akkor ő már felvette azt, hogy gyorsan hajtok rendszámmal minden együtt, és ugye már nevemen van az autó, innentől kezdve, ha meg is tettem volna ezt, hogy elmegyek feleslegesen, mert már otthon vártak volna, vagy annak az útnak a végén. Tehát alapból biztos sokan ismeritek a 8-as főutat. Hát az jó sok komment érkezett, hogy hát itt nem veszélyeztette senkit, meg mit tudom én, meg izé. Jó, attól sokan, függetlenül, sokan ismerik, nem, ja. Meg, igen, meg a bíróságon is mondták, hogy mi van, ha kijön elém egy autó, vagy, de nem volt autó. Tehát ott csak én meg a 46 voltunk.
mögöttünk voltak autók, még mielőtt elkezdtük neki úgymond rugni, akkor még voltak autók, de nyilván tehát nem mentünk el 200-al így az autók mellett, mert nem volt autó, üres volt az út. Csak hát egy hosszú egyenes, tehát hiába menekültünk volna el, mert valószínűleg vártak volna a végén. Na mindegy, aztán lehúzottam, megálltam, megállt előttem az Audi, jött a 46 is, ugye őt is megállították, akkor 46-os... Ja, őt is megállították? Ő is kapott egy bírságot. A 46-os még oda is jött hozzám mondani, hogy izé, jót mentünk, bocsi! Meg hogy ő gondolkozott, hogy elmenekül, csak hogy nem, mert három személye vannak meg ilyenek. Na mindegy, ezt akkor ő megkapta a csekket, és akkor ugye jöttem én, aki ugyebár eltiltás alatt vezetett. De azt már rögtön tudták? Vagy bejátszottad azt, hogy nem játszottam be, mert... Egyiket nem fogom tudni adni, vagy hát, jöttek oda hozzám, hogy jogosítanak egy forgalmit, aztán csak forgalmat adtam oda. De előtte nem mondtál semmit? Hát mondtam, hogy ez csak ez van, más nincs, sajnos. És így nézett. Na hát az annyit mondott, hogy az fasza. Szó szerint annyit mondott, hogy az fasza. Szóval igen, és akkor ugye bevittek, ugye ami ilyenkor a teendő, mert hogy eltiltás alatt vezettem, bevittek a kapitányságra, a jegyzőkönyv, előállítottak a fogdára, és ugye ilyenkor van az, hogy 72 órán belül gyorsított eljárással bíróságra visznek, ilyenkor ez a szankció, mert eltiltás alatt vezettem, és vasárnap vittek be, ugye délután 2-kor, vagy hát akkor szedtek ki. Én szerintem pont akkor írtam, hogy hogy milyen volt a tali. Én láttam, amikor kijöttem. Szóval igen, vasárnap mentem ugye be, kedden 1 órakor volt a tárgyalás, amivel nyilván azt reménykedtem, hogy hazamehetek, és maximum közmunkát, vagy valamit kapok, de nem. 12 nap börtönbüntetés lett az eredménye, de fellebbeztem, és nem azért lebbeztem fel, hogy ne kapjak büntetést, mert nyilván tudtam, hogy megérdemlem, mert az egész ez nem volt helyes. Tehát ez pont azért is csináljuk ezt a videót, hogy egyrészt azért, hogy választ adjunk a kérdésekre, másrészt azért, hogy ti ezt ne csináljátok, mert ez nem jó. Ez nem jó. Nem éri meg. Tehát én is átértékeltem a dolgokat, volt időm gondolkodni. Egy hónap a jogsi, azt ennyi. Utána lehet szabadon garázdálkodni. Milyen egy hónap? Hát kb. Annyi idő alatt te teszed le a jogsit. Ja, hát ja, igen. Úgy értem. Igen. De várjál, tehát először, nem éri de meg. Már rögtön 12 napot kaptál, és az ellen lebbeztél fel? Igen, fellebbeztem, de azért lebbeztem fel, mert ha fellebbezel, vagy ha nem lebbeztem volna fel, akkor egyből vittek volna Veszprémi börtönbe. De ha fellebbezel, akkor visszavisznek a fogdára, a rendőrségre, ami egy jóval barátibb hely, mert egyedül voltam ugye úgymond a cellába. Ja. A Veszprémi börtönben meg nem, hát ott többen lettetek volna egy helyen, meg az kicsit más. Az már vad. Az már vadabb dolog, igen. Tehát ezzel a fellebbezésre azt értem, hogy visszavittek a fogdára. Mert ilyenkor az van, hogy 10 napon belül a másodfokú bíróság dönt, hogy helyben hagyja a dolgot, tehát ugyanúgy a 12 napot kapod, vagy csökkent, vagy növel. Nyilván a növelés az nem nagyon volt rá esély, a csökkentése se nagyon, de mondták igazából a rendőrök, hogy 90% hogy helyben hagyják. Ja. De igazából ugye 12 napot kaptam, és a 10. napon jött, eltelt 10 nap, és akkor jött meg a másodfoknak az ítélete, hogy helyben hagyják. Ja, mert a 10 napig nem szállíthatnak sehova be. Ugye pont gondol... kifogtam a húsvétot, mert ugye kedden volt a tárgyás, akkor mondták a 12 napot. Onnantól kezdve már alapból nyilván nem másnap fognak ilyenkor dönteni. De jött a péntek, ugye az már munkaszüneti nap volt. Szombat, vasárnap szintén ugye hétvége. Hétfő az húsvét hétfő volt, tehát az ki volt zárva, és kedden kaptam meg a másodfokot körülbelül. Lehet, hogy nem is 10 nap telt el, nem tudom már, hogy volt. Sőt, hát nem 10 nap telt el. Kedden kaptam meg a másodfokot, akkor küldték el a rendőrségnek. Ugye a másodfokon már nem kell menned a bíróságra, ott már ők ülnek össze, és akkor beküldik a fogdára a levelet, hogy milyen az eredmény. És akkor az lett az eredmény, hogy helyben hagyták. És azon a héten csütörtökön telt le a 12 nap, tehát úgy voltak vele, hogy arra 2 vagy 3 napra már maradjak ott. Hogyha tárgyás után másnap megjött volna az ítélet, akkor átvittek volna arra az időre már az börtönbe. De két napot hát ezért írták is, hogy arra 2 napra maradhatok a fogdán. Úgyhogy akkor 12 napot töltöttem le, és úgy szabadultam azon a héten csütörtökön. És itt egyedül voltál börtönben? Uh-huh. Vagy börtönfogdába? Egyedül. Meg amúgy azt külön kiemelném, hogy a Veszprém rendőrkapitányságon az összes rendőr nagyon jó fej volt.
Schumacher. Schumacher, igen, úgy beszéltek bent, hogy Schumacher. És az összes rendőr követi a Dark Knight körülbelülben. Tehát öt rendőrt fixen tudok, aki mondta. Egyet meg még fixebben, mert azzal meg beszélgettem. Még fixebben? Ő ott kérdezgetett is, meg ő... Őtőle tudtam meg bentről, hogy a Bence épp kirakta a speres videót, hogy sper lett a 36-ban, mert ilyenek, mert mondta, hogy azt nézte meg, pont. Az kemény. Szóval, igen, jó fejlődött. Le is maradtál totál. Ja. Hát az egy videó jött ki, az volt igazán. Hát ja, most oké, röhögcsélünk meg minden, de tényleg én abszolút ezt nem tartom menő dolognak, mert sokan azt hitték, hogy ez most tök menő. Nem, ez egyáltalán nem menő. Ez rossz. Ez, ez rossz. Nagyon rossz, és ez egy nagyon rossz élmény volt, de nyilván ez kellett ahhoz, hogy átgondoljam a dolgokat, és belássam azt, hogy ezt nem szabad itt tovább csinálni. Nem is fogom ezt itt tovább csinálni, tehát ezen változtatva lesz. És sokat gondolkoztam is amúgy, hogy ezt a videót megcsináljuk-e, vagy nem. Mert nem akartam ennyire nyilvánosság elé rakni a dolgokat, de úgy döntöttem, hogy meg Bence is azt mondta, hogy csináljuk meg, mert választ kell adni a kérdésekre. Meg így a korrekt, meg legalább ez egy úgymond egy tanulság ilyen... Tanulság nektek, hogy, hogy ne. Az én tanuló pénzemből tanulhattok ti is. Ennyi. Jó, megkaptál meg bírságot is? Hát azt a, igen, azt a 226 km per óra tempóra. Jó, mert a 110-el lehetett menni, tehát több mint kétszeresével mentem. Egyébként ez már ez is egy rossz dolog, ez nem közútra való. De egyébként ez már simán 300 lett volna, vagy nem? Vagy ott még? 227-től van 300 ezer forint. És 226-tal mentem. Most ez tök komoly. Esküszöm. Az kemény. Az kemény. Mondták is a rendőrök, hogy 10-szer visszanézték a felvételt, hogy hát ha valahol 227-tel megyek, de nem 226 volt a legnagyobb. Ezt ne csináljátok. Mert igazából ez egy soha véget nem érő dolog. Most eltiltanak, eltiltás alatt kiszednek, akkor ide bevisznek. Erre a procedúrára, amit mondtam, és amúgy ez a 12 nap ez még szerencsés is, tehát ilyen pénzbírság alapján 75 nap is lehetett volna, tehát bevihetnek titeket 75 napra is, ja. És nyilván ott már hiába fellebbezel, azt a 75 napot, azt, ha nem is 75-öt, de mondjuk 65 napot a börtönbe kell leülnöd, ami ja. Azért több mint két hónap azért nem kellemes egy rendes börtönbe, hát ahol igazából biztos... neved nincs, tehát egy száma neved. Ja, ha már egy Schumacher meg ilyen. Meg hát ugye kaphatsz, itt is kaptam csomagot, de a börtönben a cigér harcolnak. Tehát ott... Jó, nyilván nincsenek olyanok, hogy lehajolsz a szappan, én mert csak a filmekben van. De azért keményei. Biztos, hogy keményebb, mint a fogda. Hál' Istennek ezt elkerültem, de ezt ti is kerüljétek el. Mert voltak, akik írtak Instagramon nekem, hogy ők is ebben a cipőben járnak és ugyanezt csinálják, ne csináljátok. Ne. Ez nagyon nem jó. Egy évvel tűtáskodtál végül? Igen. Hát ugye alapból egy év eltiltásom volt. És maradt egy év lényegében? Kaptam megint egy évet, de ez igazából április elején lett jogerős nekem az egy év eltiltásom, és ugye április 14-én történt ez az eset. És kaptam, 16-án volt a tárgyalás, 16-án kaptam meg a szintén egy év eltiltást, ami igazából annyit változott, hogy ugye onnantól számítva egy év. Ja. Mert hogy szabálysértés esetén, nem, szabálysértés esetén egy év a maximum. Hogyha már sokszor játszod el, akkor nem, mert akkor örök eltiltást is kaphatsz, amit szerintem senki nem akar. De amúgy szabálysértés esetén csak egy év a maximum. Viszont ha már balesetet okozol, akkor hát már hát az több. Nagyon nagy szíves. Az már több. Az már jó volt. Szóval tanuljatok az én esetemről, és ezt ne csináljátok. Én sem fogok, és tudom, most kapom a szavazást majd, meg a vezes.hu, na, arról ne is beszéljünk. Vezes.hu, azt kedves már... Kedves vezes.hu! Igen, mert amúgy már mikor benn voltam a rendőrök már ezt mondták egyik nap tárgyalás után, hogy fent vagy a vezes.hu-n. Örültem neki nagyon. Mindegy, szóval lehet, hogy most erről fognak cikket írni, hogy mi voltunk azok, vagy én voltam az. Mert ugye ők is lehozták ezt a cikket, amiről beszéltünk itt az elején. Meg a polisz.hu, meg az Index, meg a Blick, meg az Origo, meg a az minden, összes. Minden az összes. Igazából, tehát csodolja iradóban nem voltam, amúgy abban nem voltam benne. Amúgy tényleg, szerintem nem. Benne volt? Mert én nem láttam. Ha benne, akkor linkeljétek le. Ennyi linket kérünk. De azt hiszem nem. Nem, egyébként szerintem nem. Pedig nem ilyenek, láttam. Mint most az E30-az a Széchenyi téren. Ja, mert hány éves videó, az 3 éves. Most fölkapták. Nekünk amúgy hány videónkat rakhatnák ki akkor a iradóba? Az összeset. Atyából igen. Szerintem még rosszabbakat is csináltunk. Hú. Szóval igen, a lényeg az, hogy ezt ne csináljátok. Egyrészt a jogosítvány nélküli vezetést, eltiltás alatt lévő vezetés, másrészt a közúton 226-os tempót, tehát hogy... Mit? Hogy ez nem odavaló, tehát erre... Akkor 2010, 2020,
Április 16. Tudikán kezded a jogsit? Nem. Addig már ugye meg lehet csinálni, csak akkor kapom meg. Á, hát akkor mész a postára. Igen. vagy a okmányirodába, igen. Nem tudom, ez hogy lesz. De mindegy, tehát hogy a bézvizsgálatot kaptam volna, akkor egy és ilyen 180 ezer forint. Ah, nem úgy jó volt, mint általános iskolában mezzel. volt grizes tészta, minden. Igen, vagy mi volt? Teljesen jó volt. Finom lekvárra. Ne, csak jó a porcukorra. Lekvár nem volt. Az. Húztad a strigulákat? Aha, amúgy igen. Tényleg? Rá is véstem a falra, hogy Darkfly. Ott hagytad a nyomot. Igen. Az ötösbe, ötös zárkával. Az ötös. Szóval ugye ez rossz, és most fogom kapni a savazást biztos, hogy ez felelőtlenség, meg mekkora hülye vagyok, meg ilyenek, és amúgy ez jogos is, el is ismerem. Sokat csinálják hülyeséget, de legalább elmondod és bevallod. Nyilván én is most tanultam ebből, tehát abszolút jó volt ez a 12 nap arra, hogy elgondolkozok, mert azon kívül sok más nem tudtam csinálni, mint gondolkozni, tehát újságot olvastam. Alig vártad, hogy izé Facebookos. Kaptam csomagot ugye az ismerőseimtől, jó, ki is, bocsánat értem, hogy kibasztak velem, elektromos autós újságot küldtek be. Meg simát is, de hát igazából most egy autós újság nyilván nem egy olyan nagy kötet. Tehát igazából egy ilyen fél óra alatt kiolvasod az egészet. Tehát kaptam kb. 10 autós újságot, ami elég volt egy estére. És fel tudod mondani most így, verzs be az újságot? Nem, de feladottam volna szerintem. Mert elolvastam többször is egy újságot, mert annyira nem tudtam mit csinálni. Reméljük, hogy már nem lesz több kérdés ezzel kapcsolatban, mert YouTube-on, meg Instagramon, meg Facebookon, meg mindenhol folyamatosan így. Mindenhol is ezzel kapcsolatosan kérdezhetek, hogy ez ugye nem én vagyok, de ez én voltam, de. Sajnos. Sajnos, nyilván most rögünk, de az amúgy tényleg nem egy vicces dolog, meg ez egy elég komoly dolog. Úgyhogy tanuljátok ebből, és ezt ne csináljátok. Mert így járhattok, vagy még rosszabbul. De egyébként ott se kedvesek veled a rendőrök alapjáraton. Tehát ott onnantól kezdve volt nagyon nagy stílusváltás, meg hangnemváltás, hogy felismert a rendőr. Hát az elején ilyen flagma volt, és akkor nézett nagyon, és akkor nem te vagy a Darkfly, és és onnantól kezdve kedvesek voltak, és ugye ezek meg egymás között adogatták tovább, hogy a Darkfly van itt, meg izé. Emberek. És akkor így volt egy kisebb kivételezés. Attól függetlenül rossz volt az egész, tehát egy picit megkönnyítette a helyzetemet, hogy tudtam velük normálisan beszélgetni, meg mindent, tehát tényleg nagyon, ők nagyon jó arcok voltak. Innen is pacsi. Pacsi. Ne tudti, hogy nézitek majd ezt is. Azt tudti. Igen. Na, hát aztán elmondtam, majd nem? Küldünk a fogdára Darkfly és matricákat. Ennyi. Szóval igazából ennyi lett volna az egész, csak erről akartunk veletek beszélni, elmondani, hogy mi is történt, meg hogy is történt, és hogy ezt ne csináljátok. Mert ez nem jó. Akkor most mindjárt gumit égetni.